Vendégem a stúdióban Sós Adrián, az független egészségügyi szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdhettünk volna azonnal a szuperkupára kapott jegyekkel, de azt gondolom, hogy érdemes talán reagálni arra, amit az előbb képviselőasszony mondott, itt a két nővér visz egy 61-as osztályt. Valósak ezek a számok? Tehát valóban ekkora létszámhiánnyal küzd az egészségügy? Igen, jelentős a létszámhiány, és az elmúlt hónapokban ez még nagyobb lett, mert több ezer fővel csökkent az egészségügyben dolgozók száma, illetve a szociális ellátásban is. Ugye ezt is nagyon fontos kihangsúlyozni, hiszen most az utóbbi időben ez különösen kritikus ponttá vált, és nagyon sok még mindig a foglalkoztatott nyugdíjas, aki hát ugye járvány időszakban. Hány százaléka lehet az idősebb korú munkavállalóknak a száma, akik mondjuk a veszélyeztetett korosztályba tartoznak? Hát most legutóbb 8000 főt láttam, aki 65 év feletti, de azért tudjuk, hogy ez a járvány nem csak őket veszélyezteti. Az egészségügyben dolgozni évtizedeken át, az sajnos egészségkárosodásokkal is jár a nagy megterhelés miatt, tehát a fiatalabb dolgozók között is azért sok van, aki a sérülékenyebb csoportba tartozik, tehát most nagyobb veszélynek van kitéve, és hát hallom gyakran, hogy kollégák most ebben a helyzetben próbálnak sokan inkább otthon maradni, és hát őket is érinti a fertőzés veszély, több kórházban van már jobban jelenleg félnek? Is. Mit gondol, mint igen, egy átlag? Igen, jobban félnek. Részben a saját problémáik miatt, részben pedig a családtagok miatt, hiszen ha valaki megfertőződik, akkor ugye a családját is veszélynek teszik ki, különösen ahol együtt laknak idősebb hozzátartozókkal, tehát érezhető ez a félelem, és ez azzal is jár, hogy az egyébként is igen szűkös személyi kapacitás ezzel a helyzettel még szűkösebbé válik, hiszen dolgozók karantén vagy megbetegedés miatt is kivonódnak, az idősebbek emiatt, ugyanakkor az egészségügyre fokozódó teher hárul a járvány miatt is, és amiatt is, hogy nem lehet még egyszer hónapokra elhalasztani műtéteket, így is nagyon-nagyon hosszúak a várólisták, sürgősségi esetek továbbra is vannak, megbetegedések, gyógyítani kell az embereket, tehát nagyon komoly a terhelés pillanat. Mit gondol, ha nem szeretnék ilyen vészforgatókönyvekről beszélni, de hány ember megbetegedése, fertőződöttsége esetén van igazán nagy baj? Tehát számítottak-e arra, hogyha a dolgozóknak 1-2-3-5%-a megbetegszik, vagy karanténba kell, hogy menjen, akkor működésképtelenné válhat? Hát én azt látom, hogy sok tekintetben most is működésképtelen, ha azt vesszük figyelembe, hogy szükséges lenne sok műtétet elvégezni, amire nincs műtéti kapacitás, alapvetően a személyi feltételek hiánya miatt, és hát a kijelölt kórházak közül is több most ott tart, hogy ha több beteg bejön fertőzéssel, betegséggel, akkor már más helyről kell személyzetet kérni, mert a kórházban nincsen átcsoportosítható kapacitás, és éppen ezért tegnap a Magyar Orvosok Szakszervezetével közösen írtunk egy levelet a miniszterelnök úrnak, hogy sürgős intézkedésekre van szükség a személyi állomány megerősítése érdekében, ami jelenti azt, hogy a bérintézkedéseket előre kellene hozni, illetve ahol nem történt meg, az orvosok esetében sürgősen meg kellene tenni, és minden esetben valamilyen pótlékot kellene az egészségügyi dolgozóknak és a szociális területen dolgozóknak is adni, hogy addig, amíg ez a járvány tart, tehát nincs védőoltás és nem cseng le, addig próbáljuk behozni olyan embereket a rendszerbe, akik elhagyták a szakmát, illetve akik ott vannak, próbáljuk megakadályozni, hogy ők is elmeneküljenek. Sajátos útját választhatták ennek, hiszen a legfrissebb hírek szerint Csányi Sándor és az UEFA elnökének kezdeményezése legalább 500 belépőt különítenek el a szeptember 24-i Bayern München Sevilla UEFA a szuperkupa döntőre a magyar egészségügyi dolgozóknak, majd kiderült, hogy pontosan ez a magyar mentőszolgálatot érinti. Tőlük 500 főt várnak erre a meccsre. Személy szerint egyetérte azzal, hogy mondjuk önmagában ez a kupa döntő, ez a szuperkupa, ez megrendezésre kerül,
ilyen-olyan, vagy legalábbis állítólag nagyon szigorú, de biztonsági előírások mellett. Hát én egy kicsit elborzasztónak tartom ezt a hírt már megjelenése óta, tekintettel arra, hogy most például az egészségügyben épp tegnap jött az az utasítás, hogy nem lehet rendezvényeket tartani, és emiatt aztán olyan képzések, továbbképzések is el fognak maradni, amelyeket természetesen online módon is meg lehet tenni, de például a gyakorlati képzés részét a sokkal nehezebb. Tehát a gyakorlati képzés nem lesz, konferencia csak online lesz, ehhez képest van 500 jegy, 500 mentősnek, vagy mentőszolgálati dolgozónak. Tehát ezt ellentmondásosnak is látom, ezt a két intézkedést együtt. Másrészt 500 mentőst kivonni abban az adott pillanatban is a munkából, holott a mentősöknél is elég nagy a létszámhiány, ez is azért problémákat jelenthet. Még hogyha a biztonság jelentős is lesz, a kockázat akkor is fent marad, tehát ilyen szempontból is nagyon sok kollégámnak az a véleménye, hogy kockázatos is, egészségügyi szempontból is, az egyébként is kis létszámú egészségügyi dolgozókat kitenni egy ilyen kockázatnak, bár minden gesztusnak ugye örülünk, de nem, reméljük, hogy ez nem az a simi labda, amit a béremelés helyett kapnak most a dolgozók, hanem megkapják azokat a pluszokat, ami ebben a helyzetben nagyon-nagyon sürgős és indokolt. Egy picit gondolkozunk közösen, 500, tételezzük fel, hogy valahogy ki tudnak vonni 500 embert ebből a rendszerből, aki boldogan elmegy őket másnap reggel, vagy harmadnap reggel. Teszteli bárhol bárki, hiszen a fertőzés, hogyha mondjuk tünetmentes, az nem azonnal jelentkezik, hanem pont a Puszta Erzsébet mondta, 4-5 nappal később láthatóvá válhat, adott esetben egy tesztel csak, mert különben lehet, hogy tünetmentes, de fertőző. Tesztelik önöket bárhol? Van lehetőség az egészségügyi dolgozók tesztelésére, ha ők maguk kérik ezt, vagy úgy gondolják. És maguk fizetik is? Hát ez változó, attól függ. Tehát, hogyha valakinek egy fertőzött hozzátartozója van, és jelentkezik a kórházba, akkor őt ingyen tesztelik. Ha valahonnan külföldről érkezett haza, akár zöld kategóriás országból is, akkor saját magának kell fizetni ezt a tesztet, tehát nagyon különböző az eljárás, de mondjuk egy kicsit előnyben vannak az egészségügyi dolgozók, és hát lehet, hogy mondjuk a meccsen nagyon jól el lesznek különítve az emberek, de hogy utána el lesznek-e különítve, utána örülnek az eredménynek, ezt ugye már nem tudjuk, és az sem, hogy esetleg ezek az emberek hány betegnek fogják adott esetben továbbadni ezt a fertőzést, amennyiben. Ha van ott egy fertőzött és karanténkötelezettségre szorulnak, kibírja a rendszer, hogy 500 mentős dolgozó 2 hétig otthon üljön karanténban? Nem bírja ki a rendszer, tehát akkor nem fognak kimenni olyan betegekért esetleg, akiket be kellene vinni. Már látjuk most is, hogy a tesztelési kapacitás szűkös, ennek emberi erőforrás korlátai vannak itt is elsősorban. A szállítási kapacitásnál is, a tesztet végzők körében is. Tehát én úgy érzem, hogy ez a nyár úgy ment el, hogy sok tekintetben, a személyi feltételek tekintetében nem készítették fel a kollégákat úgy, ahogy kellene, sem az eszközök használatára, sem arra, hogy mi fog történni, ha, amit ön is említett, kiesik 5%, 10%, hogy akkor erre lenne egy terv, hogy akkor honnan, hová fog áramlani az a munkaerő, és kit fognak ellátni, és ki marad ellátatlanul. Sós Adriánának, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökének köszönöm szépen, hogy ma reggel itt kezdte velünk a napot. Köszönjük.